2017 a kötelező feladat ellátás mellett volt egy, egy nagyon komoly aktivitás a külgazdasági és külügyi vonalunkon, és itt említeném meg, hogy a határmentiség, a hármas határ szerepünk, az kiemelt fókuszba teszi a megyénket. Mi élesbe éljük át a határmentiség fogalmát, mi élesbe éljük át a migráció kérdését. Csongrád megye kiváló összefogással, a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság, a Csongrád megyei határőzeti szervekkel gondoskodunk arról, és kontrollat tudjuk tartani, hogy a határon az a szándék, hogy Magyarország területére illegálisan ne léphessenek be migránsok, ezt mi garantálni és védeni tudjuk. Tehát nekünk az életünk része a határvédelem. Határmenti megye vagyunk. ugyanakkor a határ másik oldalán lévő testvér megyéink, a megye párjaink, ami vajdaság, Románia vonatkozásában Temes megye, illetve ehhez tartozik még ugye a részben Arad megye is, nagyon jó és a határmentén élő emberek vonatkozásában nagyon jó kapcsolatot rejt magában. Ezen felül Csongrád megyének testvér tartományi kapcsolatai is vannak, és itt szeretném kiemelni, és büszkén mondhatom, hogy nagyon komoly aktivitás van a Lengyel testvérmegyénkkel, Lúccsal, ahol a közös európai, és regionális politika felállításán dolgozunk együtt, és egy a vezérlő elv, a kormányzati szándék és a tartományi, megyei szándékok egymásból következhetnek. Tehát én azon a nyomon tudok elindulni, amit a kormányzatunk, a jogalkotásunk nekem példaképpen megmutat. Ez működik a határvédelemre, ez működik a testvér kapcsolatainkban is. Ugyanilyen rendületet kapott, miután miniszterelnök úr elsőként írta alá az egyövezet együtt programot Kínával, ugyanez vonatkozik a kínai kapcsolatunkra, hiszen van egy 25 éves testvér tartományi kapcsolatunk, Sánszki tartományjal, ami most az, az egyövezet együtt program és az új sejjemúlt program kapcsán új rendületet kapott. Nagyon fontos kiemelni, hogy nekünk Voronyes, tehát Oroszország Voronyes megyével volt testvérmegyei kapcsolatunk, ami 20 éves múlt, 20 -20 23 éves múlt, de ugye el, el, elhűlt az elmúlt évtizedekben, most új lendületet kapott az is. Tehát azt gondolom, hogy a, a fő feladat a teletfejlesztés operatív program végrehajtása mellett a külügyi aktivitásunk tartományi szinten leképezve a kormányzati szándékot, úgyhogy törekedjünk arra, hogy, hogy az a, a geopolitikai pozíció, ami amiben Csongrád megyes Magyarország van, hogy ilyen szempontból ezek a kapcsolatok, ezek eredményezzenek munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztést, kis középvállalkozásokat hozzunk helyzetbe, kapcsolatok alakulnak, mert a kormányzati szint után a tartományi szint már perzönlik, már, már, emberek közötti, és a testvérvárosi kapcsolatok az meg kimondottan már ember-emberrel, pipoltó people pipol people alakulnak. Tehát ez a legfontosabb ennek a rendszernek.